9-4-re végződő mérkőzésen 5 gólos győzelmet aratott a Dunaújváros futsal együttese a hétvégén. Tóth Árpád tanítványai a Hidegkúti SC csapatát fogadták, majd egy kisebb megingás ellenére is biztos játékkal arattak győzelmet. A félidei 5-3-as előnyt nem pusztán megőrizték a mérkőzés végére, hanem a folytatásban is dominálva hozták a kötelező győzelmet, kialakítva a 9-4-es végeredményt. A mérkőzést követően Tóth Árpád vezetőedző értékelt. Az első fél időben egy kicsit jól kezdtük a mérkőzést, de utána beleültünk, egy kicsit megnyugodtunk attól, hogy jól kezdtük a meccset. Egy lazán vettük, úgy is mondhatnám. A fél időben azt gondolom, sikerült rendezni a sorokat, a másik fél idővel abszolút megvolt elégedni. A szakember igyekezett rotálni a csapatot a mérkőzés folyamán. Azt mondta, erre azért is volt szüksége pontvadászat hajrájában, hogy minden játékosban ott legyen a tűz a folytatásra. Ugye legelsőre ugye nekünk nyernünk kellett. Ma az volt a cél, hogy mindenki próbáljon játszani, ugye belelendüljön, azért is forgattam az 5-4-re is az összes sort, hogy gyakoroljuk azt is. Ugye szerencsére megbízhat olyan előnyünk volt, ami megnyugtató volt. Nem volt azt gondolom 5-4 se baj, egyszer csúsztunk el, de nekünk volt inkább lehetőségünk a gólra. Forgatni kell őket, mert így tudott tűzbe tartani az összes játékost, és az összes játékosra szükségünk van. A vendégcsapat több hiányzóval, Somogyi Gábor Attila vezetőedző szerint nem túl biztató előjelekkel készült a találkozóra. A mérkőzést követően azt mondta, alapesetben nem kellett volna ekkora különbségnek lennie a két együttes között. A 9-4-es állás, én azt gondolom, hogy ez egy kicsit túlzó, nem volt ekkora, nincs normál esetben ekkora különbség a két csapat között. Sajnos a mai teljesítmény mögött nem volt elsősorban kapus teljesítmény, mert mindkét kapusommal próbálkoztam. 5-4 az szerintem egész jól működött, voltak belőle lehetőségeink, sajnos kimaradtak, de mondom, nagyon örülök a csapatnak a hozzáállásához, külön a két fiatalnak, akik mindenféle megilletődöttség nélkül kapcsolódtak be a meccsben, nagyon jól szálltak be, és azt gondolom, hogy előremutató a játékunk a jövőre nézve. Nyilván nekünk az alsóházi rájátszásban lesz majd fontos feladatunk, és ott a rivális csapatok ellen én azt gondolom, hogy fel fogjuk tudni venni a versenyt, és reméljük, hogy ez majd a pontokban is megmutatkozik. Újabb forduló és újabb kiváló teljesítmény a Dunaújváros futsal csapatától. Tóth Árpád tanítványai ezzel a győzelemmel már felértek a felsőházi rájátszást jelentő 6. helyre a bajnoki tabellán.